Nem csak a szállodákban, de a fürdőben is teltház volt a húsvéti időszakban. Idén először volt 4 napos a hétvége. Ezt sok család ki is használta, és a kellemes vízben töltötte el az ünnepi időszakot. Már 1 órával nyitás után teltház volt az Aquapalacban. A hosszú hétvége alatt több 1000 vendéget fogadtak, akiket több ünnepi műsorra igyekeztek szórakoztatni a Hungaroszpa fürdőkomplexumában. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt változatos volt a kínálat. Idén először 4 napos a húsvéti ünnepi hétvége, így nagyon sok vendéget vártunk ezen a hétvégén, is láthatjuk, hogy teltház van. Itt például az Aquapalac élményfürdőben már nyitás után 1 órával teltházzal üzemeltünk, de ezt elmondhatjuk egyébként mindegyik komplexumunkban. Ilyenkor több 1000 vendég látogat el a Hungaroszpa fürdőkomplexumában, mind belföldről, mind pedig külföldről egyaránt. A húsvéti hagyományokhoz hűen néptánccal kedveskedünk a vendégeinknek, mind a gyógyfürdőben, mind pedig az Aquapalac élményfürdőben, aminek természetesen a belföldi és a külföldi vendégeink is nagyon örülnek. A szaunázás szerelmeseinek pedig a külön az ünnep tematikájához kapcsolódó szeánszokkal kedveskedünk, gyerekeknek Mickey Mini partival, amit nagyon szoktak élvezni, nem csak a legkisebbek, hanem még a családok, a felnőttek is, illetve majd este lesz a habparti, ahol külön a DJ fog a legbrissabb zenékkel várni mindenkit. A húsvét vasárnapi programokat a debreceni Forgó Rózsa Tánc Együttes nyitotta meg. Már 4. éve ők teremtik meg hagyományosan a húsvéti hangulatot ebben a különleges atmoszférájú közegben. Elég páradús és meleg. De szeretünk visszajönni, mert itt mindig hálás a közönség, és legalább a húsvétot is így egyben tartja ez a kis műsor, meg a csapat is együtt tud ilyenkor húsvétolni, mert utána megyünk és hagyományhoz híven megöntözzük a lányokat. A néptáncokból és népdalokból összeállított előadást több humoros elemmel is megtűzdelték. Ez egy délaföldi mulatság volt, ami tematikus játékkal volt, ha lesz szabad így mondani, megfűszerezve, és ez volt az első műsorszámunk. Utána volt Moldvából, illetve Kalotaszegről egy-egy csokor, népdalcsokor, majd Bojtor Csaba és Fenyős Fanni szóló táncosaink Vajdaszent Iványról táncoltak egy páros táncot, illetve Csabi egy verbunkot, valamint a végén Szarka Zsoltnak a gömöri koreográfiáját láthatta a közönség. A hajdúszobozói húsvéti műsorban most először mutatkozott be a társulat egyik legkisebb tagja. Fiatalkora ellenére közel sem rettent meg a figyelőszemektől, bátran állt ki mikrofonnal a kezében. Nem izgultam, mert már nagyon sokszor felléptünk. Nem volt furcsa, hogy a medencéből néznek téged? Nem. Az első 4 napos húsvéti hétvégét elsősorban a családok használták ki igazán. A gyerekeknek amúgy is tavaszi szünet volt, és mivel szüleiknek sem kellett dolgozni, kiváló alkalom volt egy kis közös kiruccanásra. Családval 12-en érkeztünk, és pénteken jöttünk, 4 napra csak hétfőn megyünk haza, délután. Akkor kihasználják ezt a nagyon hosszú hétvégét? Igen, nagyon jó itt, Hajdúszoboszló, nagyon. Milyen nagy család, kicsiket is hoztak magukkal? Igen, 2 picike van, ilyen. És akkor a többi felnőtt, meg van olyan 10 éves, 13 éves, meg 2 10 évesek. A többi mind felnőtt. Az itt töltött időközben mennyit vannak a fürdőben? Itt vagyunk reggeltől estig. 4-5-ig itt leszünk. Minden nap? Igen, igen. Akkor kihasználják igazán, hogy itt lehetnek? Nagyon jó itt Hajdúszon. Minden évben ide szoktunk jönni. Pénteken jöttünk, Balassagyarmatról érkeztünk, és hétfőig vagyunk, tehát a húsvéti ünnepeket itt töltjük. Nagyon jó érezzük magunkat. Családdal érkeztek? Igen, igen, a férjem meg a kislányom. Mi visszatérő vendégek vagyunk, úgyhogy mi nagyon jól érezzük magunkat. Mi minden évben jövünk. Minden évben húsvétkor, vagy más alkalmakon? Hogy nyáron is szoktunk jönni.
csütörtökön jöttünk, nagyon jól érezzük magunkat, voltunk Debrecenben körülnézni, és ez a fürdő, ez csodálatos. Nagyon élvezi a kicsi is, mi is, nagyszülők, szülők, úgyhogy nagyon jó. A család igazán a prótagja is jól szórakozott. Mond, nagyon jó volt, mond. De igen. Melyiken csúsztál? Azon. És nem féltél? Nem. Köszönjük, a vasárnapi programok után pedig a hétfőn nyitásra érkező vendégeket nyuszi kosztümbe öltözött hölgyek várták csoki tojásokkal.